Köszöntöm a köztér nézőit, a Fejér megyei Móron számos beruházás valósult meg a közelmúltban, néhány fejlesztés pedig még folyamatban van. A következő percekben ezeket ismerhetik meg egy kicsit közelebbről, számítunk figyelmükre. Fejér megyében a Bakony és a Vértes közötti Múrjárok legjelentősebb települése Mór. Fejlett ipar, erős gazdaság jellemzi, és a turizmus is meghatározó, a kormány adósság konszolidációja pedig új lendületet adott a városnak. Egy romos pincében vagyunk, bár ez most nem látszik, de turisztikai pályázaton a város nyert 290 millió forintot, és abból megtörtént a felújítás. A berendezése most zajlik. Nyilvánvalóan ez egy kiinduló pont lesz a város életében, a Borvidék életében, mert hisz, ha itt összejön a látogató, ide jön a látogató, meg tudja kóstolni a Borvidék összes borát, mindenből lesz kínálat, és innen egy interaktív tábla segítségével el tud indulni, és fel tudja keresni a móri boros pincéket. Milyen történelmi hagyományai vannak ennek a Lamberg pincének, hiszen ez a Lambergekhez kötődik, ugye? Hát igen. Most már 200 éve talán, hogy épült ez a pince, az előtte lévő fa ezt meg is jeleníti, a 200 éves házfa, és Lamberg gróf pincéje volt itt. Sok leírás nem maradt utána, de azt tudjuk, hogy 1848-ban mi történt Lamberg gróffal. A forradalom által tudjuk, hogy hogy végezte, de Mór mégis büszke arra, hogy egy ismert személyiségnek a pincéjébe ülhetünk vendégekkel, ide látogatókkal, és azt gondolom, hogy ha Borvidék bármilyen 200 éves jelenséget fel tud mutatni, ilyen a Lambert család és ilyen a Wekerle család, akkor arra méltán lehetünk büszkék. Mint hogy az épített örökségükre is, hogyha fogalmazhatok így talán. Így van. Hát a Móri Borvidék és ennek a központja Mór, az egyébként is bővelkedik kastélyokba, ugye három kastély is található, abból kettő fel van újítva, egyben iskola van, és a harmadiknak a felújítására most számítunk majd valamikor. Én bízom benne, hogy egy olyan városközpont, egy olyan magot tudtunk kialakítani a fejlesztések során, hogy az itt ellátogató az mindig azt mondja, hogy itt mindig történik valami. És hát a móriak nyilván ehhez hozzászoktak, ami megvan, szokták mondani, már nincsen, úgyhogy azon dolgozunk, hogy ezek a fejlesztések folytatódjanak. Ha már fejlesztéseknél tartunk, akkor mik a kiemelt fejlesztések, amik itt a városban megvalósulnak? Hát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, a működésem előtt, tehát 2015 a város el volt adósodva, 2,5 milliárd hitelt kellett a kormánynak átvállalnia, iskola épületek felújításában nem tudott kezdeni. Gyakorlatilag minden iskola fejlett újítva, tornatermek fellettek újítva, új sportközpont épült az egyháziskola környékén, körforgalom épült, csomópont épült, a Dőzsö-György utca szinte Fehérvár mintájára egy középső szigettel meg lett osztva, és rengeteg parkoló lett kialakítva. Most egy 2 milliárdos beruházás zajlik a Radnóti iskolánál, amely a felénél tart, és bízom benne, hogy év végén át lesz adva. A Petőfi iskola már átadásra került egy új épülettel 500 millió forintért, úgyhogy rengeteg fejlesztés végre hajtatódott, és hát nem csak a helyi fejlesztések, hanem a környék települések is belettek kapcsolva ide, kerékpárúttal, borúttal, Csókakőt, Csákberény kerékpárúttal, Bodajk környéke, és ezeket a fejlesztéseket visszük tovább. Hogyha már így a kerékpárutat, a turisztikai programokat említette, az is egy fontos információ, hogy épp a napokban jelent meg a program turizmusnak a felmérése, ahol Mór is ugye bekerült a top 100-ba, mint turisztikai célpont, illetve maga a Móri Bornapok is. Így van. Nagyon fontos, hogy ugye, mint Mór járás, az egyik legbiztonságosabb járás az országban, azt hiszem az első helyen van. És gazdasági fejlődésben is, mint járási székhely, ott van a top 5-be.
Tehát ezáltal a vonzereje megmaradt, ugye iparterülettel kezdődött Mórvárosának a bővülése, még a 90-es évek elején, rendszerváltozás után, de ezt az iparterületet és a dolgozóit meg is kellett tudni tartani ennek, és által Móron az iparon kívül a másik gazdasági lábát is ki kellett alakítani, és ez pedig a turizmus, borturizmus. Erre rákapcsolódott természetesen a vadászturizmus, több vadásztársaság működik, járnak ide Németországból, Olaszországból vadászni, és hát a horgászturizmus, országos horgászversenyek, sőt nemzetközi horgászversenyek is vannak az Ezer jó tavak környékén. Úgyhogy a feltételek biztosítottak, szállás lehetőség van, uszodánk van, sportcsarnokunk van, műfüves pályánk, teniszpályánk, streetball pályánk, úgyhogy lehet edzeni, kikapcsolódni. Én arra biztatok mindenkit, hogy látogasson ide, mert minden évben jön, és mindig újat fog látni. Mennyire vendégszerető a móri lakosság, illetve mennyire összetartó a közösség? Azt kell mondanom, hogy a egyik legnagyobb összetartó közösség maga a borásztársadalom. Nyilván nekik ez megélhetés is, de mindig, ha valaki meglátogat egy pincét, akkor beajánlja a másikat, hogy azt is tessék megnézni, mert még a 2000 jó se egyforma, mindegyik más dűlőből van, és ha a jó borász, az a másik borászhoz is jó, úgyhogy a vendéget oda is elirányítja. A város minden lehetőséget megragad, hogy az itt élők még komfortosabban érezzék magukat lakóhelyükön. A városnak 2016-ban sikerült ezt a műemléki pincét megszereznie. A műemlékekről szóló törvényben van egy elővásárlási joga az önkormányzatoknak, és nem szerettük volna, hogy ez a műemléki jelentőségű és a város fejlődésének szempontjából is egy mérföldkőnek számító pince az enyészeté legyen. Ezért 2016-ban megszereztük, és az elmúlt években sikerült hozzá olyan pályázati forrásokat szerezni, hogy mintegy 300 millió forintból sikerült ezt a pincét felújítani, korszerűsíteni, és nem sokára büszkélkedhetünk azzal, hogy a nagy közönség előtt is nyitva fog állni, és egy komoly üzemeltetésbe fogunk kezdeni, ahol egy kiállítótér is lesz a helyi borászatok szempontjából, illetve úgy tervezünk, hogy mintegy 7000 főt szeretnénk itt fogadni az országból és az országhatárokon kívülről érkező látogatók számára is egy fenntartott hely lenne ez. Akkor mondhatjuk azt, hogy az utolsó simításokat végzik éppen itt a Lamberg pincében, a nyitás előtti utolsó simításokat? Igen, jelenleg a berendezések elhelyezése, illetve a különböző informatikai eszközök felszerelése történik. Itt lesz egy interaktív kiállítás is, és természetesen a helyi hagyományokhoz illő berendezési, felszerelési tárgyakkal szeretnénk feldíszíteni a pincét. Ezen kívül még számos beruházás folyt, illetve jelenleg is zajlik a településen. Mik a legjelentősebbek ezek közül? Számos jelentős beruházás sikerült az elmúlt 10 évben eszközölni a városban. Ez nagy rész köszönhető annak, hogy 2010 óta a képviselőtestület összetétele, illetve a országos politikai helyzet is ugyanúgy alakult, és ez a homogén környezet, homogén politikai környezet kedvez annak, hogy össze tudjuk kapcsolni a városi igényeket a pályázati lehetőségekkel. És így amit a városi források, amik felszabadulnak, ezeket olyan kisebb beruházásokra tudjuk fordítani, mint például egy járdaépítés vagy játszótérbővítés, ami a lakosság komfortfokozatának növelésére szolgál. Természetesen olyan nagy léptékű beruházások, amik az elmúlt 10 évben megtörténtek, azok mind nemzeti vagy uniós forrásból sikerült ezekre pályázati forrást találnunk. A legfontosabb, ami most folyamatban van, az a helyi piac, vásárcsarnok és egy földfelszín alatti parkoló kiépítése. Ez több mint 3 milliárd forintba fog kerülni, és ennek a utolsó simításai vannak, már ki lett írva a közbeszerzés, a kivitelezés remélhetőleg a következő hónapokban meg is tud indulni, és jövőre már a móri lakosság örömére ezt át tudjuk adni. A közintézményeink nagy része mind megújításra került, egy korszerű energetikai felújításokról beszélünk, az iskoláink szinte mindegyike megújult, korszerűsödött, új épületszárnyakat sikerült kialakítani, templomfelújítás, a polgármesteri hivatal épületek, közintézmények felújítása is sor került. Ennek a pincének a
az édes testvére a Lambert kastély, mert Lambert grófi család építette ezt a pincészetet, a Lambert kastély, ami egy kiemelt turisztikai látványosság a régióban is, szintén felújításra került. Lehetett volna ennyi mindent megvalósítani akkor, hogyha nem vállalja át a településnek az adósságállományát a kormány ön szerint? Minden bizonnyal nem, mert több milliárd forintot vállalt át a 2010-es évek elején, közepén a kormány a várostól, és hogyha ezt az adósságállományt kellett volna magunk előtt gördíteni, biztos, hogy ezek a források nem lettek volna elegendőek, hiszen minden pályázathoz általában önerő is szükségeltetik, és a városi források, az adóbevételek meg korlátosak, tehát vagy nem lettek volna nagy beruházások, vagy a kicsikre nem jutott volna városi forrás. A modern városközpontban megújult közintézmények sorakoznak, megszépült a polgármesteri hivatal, és az oktatási intézményeket is korszerűsítették. Íme a Szent Erzsébet római katolikus általános iskola, ahol immár hatalmas sportudvar fogadja a diákokat. Intézményünknek egy nagyon nagy büszkesége ez a terület, ez a sportudvar, ahol most tartózkodunk. Ez a fejlesztés 2 évvel ezelőtt valósult meg, fenntartunk a Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával kerülhetett sor erre a beruházásra, amit nagyon-nagyon vártunk, mert eddig a diákjainknak közel sem volt ilyen lehetősége a sportolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, mint amit ez a sportlétesítmény most már lehetővé tesz a számukra. Hány gyermek jár egyébként az intézményre, és pár gondolatban mit kell tudni az önök intézményéről? Intézményünkben, a Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskolában jelen pillanatban 203 diák jár. Minden évfolyamunkon egy-egy osztállyal működünk. Jellegzetessége intézményünknek, hogy többségében természetesen móri diákokat fogadunk, az ő szüleik választják intézményünket. Emellett iskolabuszt is működtetünk, tehát így a környező települések katolikus oktatást kívánó szülei számára is elérhető lett intézményünk. Nagy büszkeségünk az, hogy folyamatos fejlődés előtt állunk, fejlődésben vagyunk. Most éppen egy újabb nagy beruházás fog elkezdődni, ahol intézményünk egy 3-szintes épület szárnyal fog gazdagodni, mintegy 750 négyzetméteren fogjuk a hozzánk járó gyerekeket még magasabb szakmai színvonalon kiszolgálni. Ez önerőből történik, Székesfehérvári Egyházmegye vezetése, főtisztelendő Spányi Antal megyés püspök atyával, nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a katolikus oktatásban résztvevő intézmények megfelelő technikai háttérrel állhassanak a szülők, a családok, a diákok szolgálatában, és ezért az egyházmegye saját forrásából valósul meg ez a beruházás. A modernizáció folytatódik, új termekkel bővül az iskola, ahol jelenleg több mint 200 gyerek tanul. Komoly munka folyik a Radnóti Miklós általános iskolában is, aminek új épületszárnya több mint 2 milliárd forintból épül. Ez egy óriási lehetőség az iskolánk, a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola számára, hogy ebben az évben, 2022-ben elkészül az új épületszárnyunk, ami igazából a minőségi oktatás feltételeit fogja olyan mértékben javítani, hogy az idejáró gyerekek azt gondolom, hogy valóban a 21. századnak megfelelő körülmények között tanulhatnak, élhetik a mindennapjaikat. Ez mind a gyerekeknek, mind a szülőknek és valóban a pedagógusoknak is egy olyan lehetőség, amivel úgy gondolom, hogy nagy örömmel fognak élni. Mi az, ami itt megvalósul, és mekkora forrásból pontosan? Több mint 2 milliárd forint forrásból valósul meg ez a beruházás. Új szaktantermeket fogunk kapni, 4 szaktantermet, 4 osztálytermet, egy közösségi teret, ahol több mint 100 fő befogadására alkalmas tér alakul ki, ahol előadásokat, továbbképzéseket, különféle programokat szervezhetünk gyereknek, felnőttnek egyaránt, illetve hát a gyerekek leginkább várt helyisége az az óriási tornacsarnok, ami több mint 400 négyzetméteres tornacsarnok, és ez azt gondolom, hogy a mindennapi testnevelés problémakörét mindenképpen megoldja, de a tanórán kívüli tevékenységek számára is egy kiváló lehetőséget fog nyújtani. Ez pedig már a Petőfi Sándor általános iskola, ahol új épületbe költözhetett az alsó tagozat. A modern épületet 500 millió forintból emelték, a kormányzati és városi források mellett a tankerületnek köszönhetően az eszközök és a berendezés is megújult. Nagy-nagy örömünkre a Petőfi iskola alsó tagozatos teljesen új épület szárnya 2018. szeptember 1-től várja a teljes közösségünket, diákokat és kollégákat is.
Ennek az épületnek a helyén gyakorlatilag nem volt másik iskola, egy másik épületben tanultak az alsós diákok. Igazándiból évtizedek óta épület gondokkal küzdött az iskola, és hát nagy-nagy öröm volt, amikor megkaptuk a hírt, hogy eljutottunk oda, hogy felépülhet az új alsó tagozatos épületszárny. Egy nagyon-nagyon szép, nagyon modern, nagyon gyerekbarát, tágas, világos, teljességgel felszerelt új épületben tanulnak már az alsósok. Nem csak a diákok örülnek, hanem a kollégák is, tehát tényleg olyan munkakörülmények teremtődtek ezzel, ami 21. századi. Mekkora volt nagyságrendileg a beruházás? A beruházás 500 millió forint értékben valósult meg, és az önkormányzati és állami finanszírozást kiegészítette a tankerület a berendezéssel. A városközpontban és a rendezett parkokban szívesen időznek a helyiek, akik nagyra értékelik, hogy a fejlesztések mind-mind az ő érdekeiket szolgálják. Számos otthon teremtési lehetőség van itt a városban, illetve az oktatási intézmények nagyon magas színvonalúak. A védőnői szolgálat és az orvosi ellátás is úgy gondolom, hogy egy nagyon magas színvonalon működik, felújított épületben várják a kisgyerekeket. Illetve én azt is szeretném megemlíteni, hogy nagyon sok gyerekprogrammal készül a város, nagyon sok ingyenes lehetőségünk van kijönni a szabadba, ide a zöld területre a picikkel, játszóterezni is akár, vagy a báb előadásokat hallgatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis légkör a családosoknak. Bort nem csak az itt élők, hanem a látogatók is kedvelik. A borturizmus például igen népszerű a térségben. Ehhez a tradícióhoz kötődik a nagymúltú Lambert pince felújítása is. Az elhanyagolt épületet megvásárolta a város, majd 290 millió forintos támogatásból rendbe is hozta. Ez lesz a borút egyik központi állomása. Az utcákat összekötjük, ahol pincék találhatók. Most épp a Hásfa utcában vagyunk, ez össze lesz kötve az Ezerja utcával, Pince utcával és az Rény utcával. Gyakorlatilag a Móri borászatok pincéit megtalálhatók. Parkolót építünk, a buszból ki tudnak szállni az emberek, és meglátogathatják a pincéket, a busz át tud állni egy másik parkolóba az egyházi iskola környékére, és ott vissza tudnak szállni a megfelelő bormennyiség is kóstolása után. A Lambert pince interaktív kiállítással és borkóstolóval várja majd a látogatókat, akik a pince előtt magasodó 200 éves hársfa alatt is megpihenhetnek. Az utca névadóját még Lambert gróf idejében ültették. Akkor lett ültetve, mikor a pince épült, ez egy 200 éves hársfa, a betegség véget adakozók betonnal töltötték ki, így meg tudták menteni az életét, úgyhogy bízom benne, hogy még nagyon sokáig itt fogjuk látni. Itt vagyunk a Paulus Borházban, amely a térség, a Móri borvidék egyik meghatározó szereplője. Ezekben a tartályokban 1,7 millió liter bor került eltárolásra, és egyébként a borház 130 hektár szőlőterületen gazdálkodik. A térség meghatározó borászata, a Paulus Molnár Borház nagyot változott az elmúlt években, ugyanis kormányzati segítséggel csaknem 1 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Rohamos fejlődésen mentünk keresztül, úgy gondolom. 2013 óta folyamatosan indulunk különböző pályázatokon, tényleg a mezőgazdasági pályázatoktól kezdve a borászati pályázatokig. Itt nagyon sok technológiával kapcsolatos új dolgot tudtunk beszerezni, például a születelő kombányokat, a traktorokat, a különböző tartályokat, pezsgős tartályokat, boros tartályokat. Ez egészen végigmegy a fahordókig, a borászati csomagoló eszközökig, vagy a borászati töltőgépekig. És ami még fontos, hogy tavalyi évben építettünk egy borászati raktárat is, ami hűthető-fűthető, tehát fix hőmérsékleten tudjuk tárolni a borokat ebben a raktárban. Megújuló energiával és folyamatos fejlődéssel tudjuk így biztosítani a borászatnak a fejlődését. Sokat köszönhetünk nagyon a pályázatoknak. Úgy gondolom, hogy a
borászati technológiában az egyik legfejlettebb technológia az, amivel most a Paulus Molnár Borház rendelkezik. A befektetés, tehát a fejlesztés az elmúlt években az 1 milliárd forintot ért el, kicsivel több mint 1 milliárd forint, és itt a támogatási összeg az 50%, tehát 500 millió forint környékére rakható. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a Móron megvalósult fejlesztésekről, beruházásokról tájékozódhattak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!